Nagy Tímea kutatóelemzővel fogok beszélgetni a Koppmária Intézet két felméréséről. Szervusz, Tímea! Köszönöm szépen, jó napot kívánok! A Kincs ezt a kutatást februárban készítette, annak érdekében, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az emberek hogyan is vélekednek a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességéről, illetve a 13. havi nyugdíj visszatérítéséről. Ez egy reprezentatív kutatás volt, és az adatokból azt látjuk, hogy mind a két intézkedés nagyon támogatják a magyar emberek. A 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességét a megkérdezettek több mint 3/4-e támogatja és hasznosnak is gondolja, 10-ből 8-an pedig a 13. havi nyugdíjat is támogatják. Gazdaságra konkrétan ennek a két intézkedésnek milyen hatásai vannak? Ezt erről mit tudunk elmondani? Igen, ezt is megkérdeztük a válaszadóktól, és az adatokból azt látjuk, és azt tudjuk elmondani, hogy az emberek úgy gondolják, hogy mind a foglalkoztatottságra, mind pedig a gazdaságra is növekedést tud gyakorolni a személyi jövedelemadó mentessége a 25 év alatti fiatalok számára, illetve a 13. havi nyugdíj visszatérítése is. Ezzel körülbelül az emberek kétharmada tudott azonosulni ezzel a kérdéssel. Ugye itt most a fiatalokról és az idősebbekről, a szépkorúakról beszélünk. Okoz ez valamiféle generációs ellentétet a két szélsőséges korosztály között? Igen, ez nagyon érdekes, hiszen sokszor halljuk azt, hogy a fiatalok és az idősek tudnak egyébként ellentétben állni egymással, viszont a kutatásunk ez megcáfolta, és igazából az derült ki, hogy a fiatalok és az idősek között nincsen jövedelemalapú feszültség, vagy éppen generációs különbség, hiszen mind a fiatalok, tehát a 18 és 29 év közöttiek támogatják, elismerik, hasznosnak gondolják a idősebbeket támogató 13. havi nyugdíj visszatérítését, és ha másik oldalt megnézzük, akkor is ugyanezt látjuk, hogy a 65 év feletti korosztály ugyanúgy elfogadja, támogatja a fiatalokat segítő intézkedést. Ugye volt egy másik elemzés, kutatás is, az konkrétan arra vonatkozott, hogy a magyarok mennyire vannak tisztában a demográfiai kérdésekkel itt hazánkban, tehát a válás kérdései, vagy azoknak a számával, vagy születések számával. Itt mit lehet elmondani, milyen tapasztalataitok voltak? Ugye ez a kutatás, ez egy elég friss kutatás. Szeptember 23-24-én rendezték meg Budapesten a 4. budapesti demográfiai csúcsot, és ennek a rendezvénynek az apropójából készített a Kincs egy reprezentatív felmérést a 18 év feletti magyar lakosságnak a körében. Azt láthatjuk, hogy a magyar embereket érdekli és foglalkoztatja az ország demográfiai népesedési helyzete, hiszen egy 1-től 10-es skálán átlagosan 7-es értéket adtak erre a kérdésre. Leginkább a nagycsaládosokat, házasokat és a gyermeket, nevelőket foglalkoztatja ez a kérdés. Viszont az adatokból azt is láthatjuk, hogy annak ellenére, hogy kifejezetten foglalkoztatja az embereket országunk népesedési demográfiai helyzete, hogy vannak bizonyos kérdések, témák, amikben kevésbé tájékozottak. Ilyenek például? Itt említhetjük például a válásoknak a számát, vagy éppenséggel a visszaköltöző magyaroknak a számát is. Ugye nagyon érdekes, hogy az elmúlt 10 évben mind a válások száma, mind pedig a hazánkba visszaköltöző magyar állampolgárnak a száma ugye növekedett, a válások száma elnézést az pedig csökkent az elmúlt 10 év alatt. Viszont érdekes nagyon, hogy az emberek inkább negatív tendenciát feltételeznek, holott egyébként mind a kettő esetében pozitív változásról beszélhetünk az elmúlt 10 év alatt, hiszen a válások 60 éves mélyponton van, és 2016 óta pedig több magyar állampolgár tér vissza országunkba, mint amennyi elhagyja. Milyen családbarát intézkedéseket tudunk felsorolni az elmúlt évek során, és hát inkább az a kérdés, hogy erről hogyan vélekednek a magyar emberek? Mit látnak ezekben az intézkedésekben? Jónak ítélik-e meg őket?
Igen, tehát itt beszéltem a 13. havi nyugdíj visszatérítéséről is, illetve a 25 év alatti fiatalok esztélye mentességéről is, tehát az emberek több mint 3/4 ezeket támogatja. De nem csak ezek az intézkedések vannak, hiszen az elmúlt 10-11 év alatt sok más egyéb érdekes és a családokat, fiatalokat, időseket támogató intézkedést vezettek be. Például, hogyha most az egyik legfrissebb kutatásunkra gondolunk, akkor a személyi jövedelemadó visszatérítésről is ugye beszélhetünk. Itt ugye az emberek körülbelül 3/4-ét ez kiváltképp foglalkoztatja, és hasznosnak gondolja ezt az intézkedést, de hogyha a családokat érintő más egyéb támogatásokra gondolunk, mint például akár a csokra, a baba váró támogatása, vagy éppenséggel a 4 gyermekes anyukáknak az SZIM-mentességére, akkor azt láthatjuk, hogy ezek az intézkedések egyébként meg vannak elégedve a magyar családok, és szép számmal is igénybe veszik ezeket a támogatási formákat. Ugye érdekes az, hogy miért születik meg egy ilyen kutatás, tehát például miért tartotta fontosnak a Kopmária Intézet, hogy az emberek tisztában vannak-e, tehát ezzel a kérdésre megtalálják a választ, hogy tisztában vannak-e az emberek például a demográfiai folyamatokkal. Miért fontos ez, hogy legyenek vele tisztában? Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Hazánkat, és illetve egész Európát egy demográfiai csökkenés jellemzi, aminek a jövőben előre nem látható következménye és hatásai lesznek. Mint a Kopmári Intézetnél azt hiszük, és úgy gondoljuk, hogy a fenntarthatóság egy nagyon fontos lépés, ami igazából párhuzamba hozható a családdal. Sokan úgy gondolják, hogy igazából a család az nem hozható párhuzamba a fenntarthatósággal, de mit úgy gondoljuk, hogy igenis párhuzamba hozható, hiszen hogyha minél többet beszélünk ezekről a folyamatokról, ezekről a tendenciákról, akkor kialakul egyfajta tudatosság, egyfajta környezettudatosság, környezetvédelem és a családokban, illetve a gyermekekben is, ami a jövő generációját csak szépíteni tudja. Nagy téma, köszönöm, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm.